A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Újra sporttal foglalkozunk, hiszen ez rendkívül fontos. Ne feledjük, Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a kultúra városa, hanem nagyon is sportváros. 2010-et írtunk, amikor a Mávelőre női röplabda csapata utoljára ért el falsúlyos eredményt, mondom én, hiszen akkor negyedikek lettek a lányok. Ez egy fantasztikus időszak volt a klub történetében is. Aztán 11 néhány év telt el, és most Király Tálas Zsuzsát ismét Székesfehérváron köszönhetjük, mint a Mávelőre ST Szolár másodedzőjét. Nagyon jó, hogy újra találkozhatunk, hogy láthatunk téged, és hát egy olyan pályafutásról kell beszélnünk, ami azt mondom, hogy sikerekkel teljes mindenféle értelemben. A 130 válogatottság, a rengeteg bajnoki cím, az Európa Ligák, erről mindről szó esik majd. Először azonban a kezdetekről kell, hogy beszéljünk, annál is inkább, hiszen édesanyád Fésűs Irén, szintén egy legenda. Ugye a Vasvári Pál gimnázium testnevés tagozatának köszönhetően én azt hiszem, hogy beleágyazódott a Fehérvár sport életébe az ott végzett fiatalok, és hát Irén az első osztályhoz tartozott, akik elindultak, és fantasztikus volt az a volános időszak. Itt már a műsor előtt beszéltem, hogy nekem például a második osztályban Szacker Zsuzsa volt az osztálytársam. És hát az indulás azért is lehetett könnyű, mert én azt hiszem, hogy egy olyan nevelő édesanya, aki ráadásul később remek edző lett, nem szalasztott el az alkalmat, hogy röplabdást klassz és röplabdást neveljen a lányából. No, mikor érintett meg a röplabda? Hiszen nagyon is jól tudjuk a későbbiekben, hogy már töpörtjük korod óta a röplabda pályán. Ha úgy tetszik, ott nőttél fel. Igen, én már tényleg az anyateljel szívtam magamba ezt a sportágat, és nagyon-nagyon a szívemhez is nőtt. Ha a lépcsőfokokat nézzük, tényleg a lufitól kezdve a gumilabdán át végül a röplabdához vezetett az utam, és ahogy mondtad is, a régi nagyokkal, Fellegvári Dodóval, Kötél Zsanettel, Kötél Dórival tudtam játszani, illetve őket láttam magam előtt, az ő meccseikre jártam, velük voltam ott edzésen. Szóval így pontos időpontot nem tudom mondani, hogy hány évesen kezdődött ez nálam, de az első edzésemre emlékszem, általános iskola másodikas voltam, mikor lementem. És viszonylag gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy nyilván. És ez nem csak a felmenőknek köszönhető, hanem elhivatott is voltál. Hogy találkozott a tehetség és a szorgalom nálad? Sokat köszönhetek a neveltetésemnek, szóval azért én egy olyan példát láttam magam előtt minden nap, olyat példát követtem, ami szerintem nem csak hogy az akkor időben, de ma is nagyon élethű és követendő példa. Illetve szerencsének is betudható, azt hiszem, de az is, amiatt is a szerencsére gondolok, mert voltak olyan társak, akikkel én tudtam sportolni, akikkel tudtam barátok és barátnők, illetve egy jó korosztály alakult ki abban az időszakban. Igen, hát az indítatás egyértelmű, de ahhoz tehetség kellett, hogy 11 néhány esztendősen már az első csapatban játszhass. Ráadásul egy olyan poszton, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, balkezes létedre, ugye feladó. A feladó, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb poszt, bármennyit is változott a röplabda azóta. Ez a poszt rád talált, vagy a személyiségedből fakadóan és a tehetségedből fakadóan lettél irányító? Én nagyon szerettem volna már amikor elkezdtem röplabdázni, már akkor feladó lenni, viszont
az elején még csak ütőként, vagyis hát más posztokon próbált ki anya, és aztán ahogy érettebb lettem egy picit, úgy tanította meg, úgymond, hogy nem csak abból áll ez a poszt, hogy hova adom a labdákat, hanem ehhez egyfajta személyiség is szükséges, és a röplabda mellett ezt a személyiséget is, ezt a fajta alázatot, és ezt a fajta egy ilyen megállíthatatlan energiának kell lennie a feladónak a pályán, és ezt is próbálta nekem átadni. Az alázat rendkívül fontos minden sportban, a röplabdában nem különben. Ez mennyit segített abban, hogy vezérré válhass? Ez az alázat, ez valahogy még párosult egy ilyen lázadókori, vagy egy ilyen fiatalkori csintalansággal, egy ilyen örökös bizonyítási vágyal, és ez szerintem akkoriban nagyon, nagyon jó kombó volt. És szerintem ez a kettő dolog, ez jelentette, vagy ez emiatt lett az akkori időben ilyen, vagy emiatt lettem olyan jó irányító. Irén, mármint Fésűs Irén, közismert szigorúsága mennyit tett hozzá a te pályafutásodhoz? Hiszen nagyon is jól tudjuk, én magam is tapasztaltam, hogy már játékosként is nagyon sokat követelt a társaitól, edzőként pedig ugyanilyen maradt. Igen, ezt nem csak én, hanem minden korosztály elmondhatja, aki a kezei között nőtt fel, hogy ez a fajta szigor és a sportág iránti elhivatottság, amit ő követel, az szerintem nagyon fontos. És nem csak a röplabdára gondolok jelenleg, hanem minden sportágban szerintem ez nagyon fontos, hogy az edző ezt át tudja adni. Ezt akkoriban belénk verte minden tanítványába, és ez tényleg az egész pályafutásomat végig kísérte, ez a maximalizmus, az, hogyha 10-et kell csinálni, én addig nem mentem haza, amíg a 12-dik se volt jó, és így tovább, és így tovább. És ez ő rá is jellemző volt, mikor játékos volt, és ezt adta át a tanítványainak, és azért meg lehet nézni, hogy az köztük én is, és ezek a lányok nem feltétlenül a legjobb fizikai adottságokkal, nem feltétlenül a legjobb családi háttérrel rendelkeznek. Most gondolok itt arra, hogy ugye nagyon fontos az anyagi háttér is most már a sportban. Mégis mindegyikük, vagy nagyon nagy részük képes volt olyan szintekre eljutni, emiatt a mentalitás miatt, ami meghatározó szerintem. Mennyire forgott az otthoni létetek, életetek a röplabda, illetve a sport körül, hiszen tudjuk, hogy az én nagyszerű barátom, örök barátom Dísz Petya a nevelő apád. Hát elég nagy mértékben. Azért tanulás és sport, ez a kettő volt inkább a terítéken. Én a később a Tóparti gimnáziumba mentem, édesapám felől rengeteg ügyvéd és orvos van a családban, szóval onnan jött egy ilyen a tanulás felől egyfajta maximalizmus, hogy a téren is feleljek meg a kihívásoknak, illetve anya is szerette volna, illetve a család szerette volna, ha több lábon állok, és akkor emiatt, ugye, hogyha bármi történik a sportban, legyen egy B-opcióm is. Hogy élted meg, amikor kiszakadtál a családból? Hiszen elkezdted az egyetemet, és ráadásul egy különleges szakon. Beszélj inkább te róla, hogy miként jött ez a választás annak tükrében, hogy azért nagyon sok mindent választhattál volna emellett is. Igen, szerettem volna egy olyan szakot elvégezni, ami érdekel is, de hogy tudjam csinálni a röplabda mellett, és emiatt én élelmiszermérnöki iskolába, vagy egy olyan szakot választottam, és nagyon-nagyon felüdülés volt igazából elmenni Fehérvárról, egy kicsit kiszakadni ebből a nyomásból, vagy ebből a szorításból, hogy édesanyám az edzőm, az anyám
érettség is, a többi, és egy kicsit ez a fajta szabadság, ez jól esett. Ráadásul a budapesti klubjaid is olyan klubok voltak, amelyek meghatározók a magyar löplabda sportban, a BSE és a Vasas is ezek közé tartozik. Mit lehetett elvinni Fehérvárról például a BSE-be? Hiszen ott már kinyílt a világ, abban az értelemben, hogy nemzetközi szereplés is elindult, a válogatottság nem különben, úgyhogy hogy volt dolgod bőven. Hát ezt a fajta hozzáállást, illetve azt, hogy a pályán egyfajta vagányságot mutattam, azt mindenképpen, és ez úgymond újdonság is volt a társaknak, hogy úgymond ellenfélként mindig tartottak tőlem, de aztán a válogatottban megismerték a valódi énemet, hogy én tényleg ellenfélként elviselhetetlen voltam, de csapattársként nyilván az volt a célom, hogy mellettem mindenki jól szerepeljen, illetve nyerjen a csapat, és amint ezt felismerték, ez a közös pont megvolt, és tulajdonképpen gördülékenyen ment a munka. Nyilván, hát a bajnoki címek, illetve a kupa győzelmek, azok megerősítést jelentenek a csapattársaidnak is. Egyébként ilyen értelemben könnyen beilleszkedtél? Igen, az elején emiatt voltak nehézségek, vagyis igazából csak kétségek a társaim felől, hogy mivel csak ellenfélként találkoztak velem, de aztán nem volt gond sehol a beilleszkedéssel tulajdonképpen. A válogatott szereplést mindig kétségek kísérik, ugye általában, hiszen nagyon jól tudjuk, főleg a mostani időszakban, hogy a válogatott zöme, válogatott játékos, a zöme külföldön játszik. És tulajdonképpen nehéz így csapatot formálni, viszont az egyéni képességek azért a röplabdában mindig döntőek. Ez a te időszakodban is így volt, de még nem olyan szinten. Tehát én azt gondolom, hogy az egy olyan szint volt, hogy elindultatok felfelé, és hát azért voltak eredmények, de korán sem olyanok, mint amit vártál. Ezt jól fogalmazom meg, hiszen maximalista voltál mindig világéletedben. Igen, de most, amikor ott válogatottba bekerültem, akkor nekem elsődleges célom volt, hogy játszak, mert mindig is kezdő irányító voltam, és mikor én először bekerültem a válogatottba, akkor egy 12. számot, vagy tényleg a legutolsó cserének számítottam, és annak is örültem, hogy keretben vagyok. Utána már annak is örültem, hogy a saját posztomon léphetek pályára, szóval e téren inkább a saját pozíciómból adódóan próbáltam meg maximalista lenni, és újból később csak szerencsém volt, mert egy olyan korosztály, olyan játékosok voltak körülöttem, akik egyrészt felkaroltak, másrészt pedig nagyon-nagyon jó játékosok voltak, nagyon jó külföldi klubokban játszottak, és tőlük tudtam utána tanulni. És csapatkapitány lettél. Tulajdonképpen minden klubodban. Ennek mi az útja? Azon felül, hogy valaki megbízható, nyilván hallgatnak rá a többiek, a posztjából adódóan is vezérszerep hárul rá, de a csapatkapitánysághoz több kell, és mégis, és pontosan ezért a benned rejlő, én azt gondolom, hogy empátia, küzdeni tudás, és sorolhatnám a jelzőszerkezeteket, mindenütt csapatkapitányként álltad meg a helyed. Igen, valahogy mindig a sor elejére állok, és nem azt mondom, ha az fölöttem az edző van, és ő mondja meg, mit kell csinálni, de szeretem megmondani azért másoknak a posztomból adódóan is, hogy mit csináljunk, vagy hogy szerintem mi a jó, és azért ritkán rejtem el a véleményemet is. Talán emiatt látják bennem ezt az edzők, illetve a csapattársak is. Azért sokszor volt, hogy az edző nevezett ki csapatkapitánynak, és ugyanúgy sokszor volt, hogy a csapat választott meg. De úgy érzem, hogy bármelyik szituáció is volt, mindig én csak magamat adtam, és igazából ez a jellemem az, ami nekem természetes, és ezt érzik szerintem a többiek is, hogy ez nem megjátszás, nem csinálok extra allűröket, úgymond, hanem ez velem jár. Ez a tudatosság, ez felépíthető nyilván, és benned megvan a készség és képesség is ahhoz, hogy ezt mindig végigvidd. Az utad elvileg egyenes volt, ha így vesszük a pesti. Aztán egyszer
bár én mindennapos sportolvasó vagyok 6 éves korom óta, a Petyával találkoztam, elég ritkán találkozunk, beszélgettünk, és mondja, hogy holnap megyek Békés Csabára. És kérdeztem tőle, hogy hát hogyan, tehát tudtam, hogy már a családhoz tartozik, és a többi, meg hogy jár meccsekre, hiszen posztolta folyamatosan, és akkor azt vett Békés Csabára, hogy hát a Zsuzsa Békés Csabán játszik. Mi itt Békés Csabára? Azon túl, hogy egy vidéki fellegvár lett a sportban, ebben a sportban. Elsősorban az akkori edzőnek, Sasa Nedeljkovicsnak a személye volt meghatározó, illetve egy olyan dolog kezdett akkor épülni Békés Csabán, aminek valami belső dolog azt sugallta nekem, hogy szeretnék, nagyon jó lenne a részese lenni, és nagyon-nagyon jó döntést hoztam. Tényleg a legszebb időszakom volt az a néhány év Békés Csabán. Egy kicsit a profilétbe is, nem is kicsit, a profilétbe egészen komolyan beleszagoltam, és az a fajta szeretet és körülmények, ami a szurkolók, illetve a klubvezetés felől áradt a játékosok felé, az szerintem akkoriban egy olyan élmény volt egy röplabdásnak, amire mindenki vágyik. Nyilván a pályafutásod során kitekintettél a tehetséged okán is külföldre. Erről is fogunk beszélni már, mint a lengyel utadról, de hadd kérdezzem meg, kik voltak azok a mestereid, akikre szívesen emlékezel? Édesanyádon kívül, aki nyilván az alapokat, és tehát azért klasszissá nevelt, mondhatjuk. Amit most mondok talán a fiataloknak, azt azért is mondom, mert én is így gondolom, hogy mindegyik edzőmtől tudtam akkor valamit tanulni. Akár Jókai Zoltántól, akár később Sasa Nedeljkovicstól, most így, ha addig, azt nézzük, hogy ameddig külföldre kerültem, szerencsém volt, hogy nem volt minden évben edzőváltás, és szóval nem bővelkedek úgymond edzői személyekben, de mindegy, és szerintem nagyon fontos a mai fiataloknak is átadni, hogy mindegyik edzőben van valami, amit tanulhat, de inkább ezeknek az edzőknek köszönhetem azt, hogy külföldre tudtam igazolni. Igen, a haza mindenek felett azt mondják, de azért óvatatlanul is, ha valaki egy bizonyos szintet elért egy csapatsportágban, külföldre vágyik. Fontos az a megmérettetés, visszaigazolás, megerősítést is jelent. Lengyelországba mentél, Krakkóba, és hát az nem úgy jött össze, valljuk meg. Tehát néha arról is kell beszélni, nem sikerült, hiszen téged egyébként is az jellemzett, hogy mindig talpra tudtál állni. Igen, Lengyelországban valahogy a jellemem, vagy a személyiségem nem illett abba a csapatba, ami ott várt engem. Hozzá kell tenni, hogy ebben az országban nagyon nehéz légiósnak lenni röplabdában, mert egy csapatban csak 3 légiós lehet, szóval, és pont emiatt nehéz volt egy olyan közösséget körülöttem kialakítani, amiben jól érzem magam, szóval mindig egy ilyen kívülállónak éreztem ott magam, és ami eddig jellemző volt, az most nem jött az, hogy én legyek a vezér, az, hogy hallgassanak rám a többiek, hanem úgy próbáltam beállni a sorba, de nem sikerült, és ez aztán megpecsételte a játékomat is. Ugyanakkor a válogatottság szerintem minden csapatsportágban a legfontosabb. Lehet bajnoki címeket nyerni, lehet legjobb játékosnak lenni a szezonban, de a válogatottság mindenek felett. A válogatott szereplésedről kérdezlek, mégpedig azért, mert azért voltak sikerek, de én azt hiszem, hogy az a korosztály, amelyik a tiéd volt, így utólag mondom én, kívülállóként, hogy azért többre volt hivatott. Elértétek, te úgy látod, hogy elértétek a maximumot, ami volt bennetek? Így utólag visszanézve szerintem igen. Főleg, ha belegondolunk abba, hogy mikor mi 28 év után kijutottunk az Európa-bajnokságra, akkor még csak 16 csapatos volt az EB. Ez akkor nagyon nagy eredménynek számított. Aztán az utóbbi 2 vagy 3 évben, nem is tudom pontosan, ezt kibővítették 24 csapatosra, és azért most már jóval egyszerűbb bejutni. Nem mondom, hogy kisebb az erénye, hogy valaki kijut az Európa-bajnokságra, de jobban felhígult a mezőny.
Én azt gondolom, hogy amit akkor azzal a válogatottal elértünk, most a legnagyobb sikerekre gondolok, hogy Európa Ligát igen, nyertünk, igen, az EB-n bejutottunk a legjobb 12 csapat közé a 2015-ben, igen. Ha jól emlékszem. Ez akkoriban nagyon nagy, és bennünk is nagyon nagy siker volt. Szóval én azt gondolom, hogy ezt most te, mint kívülálló, gondolom, sokan gondolják így, hogy hát ez nem nagy eredmény. Mi ott voltunk, tapasztaltuk a körülményeket, a Röplabda Szövetség is igyekszik építkezni, igyekezett építkezni, de nem hinném, hogy sok válogatott ilyen körülmények között hasonló eredményt ért volna. Igen, hát 2015 óta minden páratlan évben ott volt, Európa-bajnoki résztvevő volt a válogatott, és ne feledjük, hogy most is bejutottak. Igen. Ez az új hír. Igen. És ez így van rendjén. No, tehát Lengyelországból hazajöttél, a Kaposvárra vezetett az utad. Még előbb vissza Békéscsabára. Még vissza Békéscsabára, és utána Kaposvárra. Idejekorán szakítottál tehát Krakkóval, de mi vitt Békéscsabára haza? Ha, tulajdonképpen már hazamentél, mondhatjuk. Igen, hazamentem. Párom ott, most már férjem ott focizott, és kellett egy olyan stabil pont, ami mellett újra felépíthetem önmagam. Ez sikerült is tulajdonképpen a CEV kupában, ami hát nem is tudom most, igazából a második legrangosabb kupasorozat, abban bejutottunk a legjobb négy közé akkor. Ugyan bajnokságot nem sikerült nyernünk, de kupában másodikak lettünk, illetve bronzérmet nyertünk a bajnokságba, szóval amiért mentem, az sikerült ott Békéscsabán elérnem, de úgy éreztem, hogy kell egy váltás. Váltás, és jött Kaposvár. Igen. Hát Kaposvár az nem volt egy hosszú idő. Abban két évet ott voltam. Két év, így van. De, és a legnagyobb meglepetésünkre pedig mindig nézzük, tehát folyamatosan azért látod, hogy lépdelt felfelé a MÁV előre. Szisztematikus volt a klub fejlődése, és így a röplabda csapaté is. Azt gondolom, hogy ez egy komoly lépés megszerezni Király Tálas Zsuzsát az edzői tímbe. Mit gondoltál, amikor meginvitáltak először? Hogy jó lesz már hazatérni a pároddal együtt? Igen, mi a Velencei tónál élünk, és már a családalapítás a cél, úgymond, szóval szeretnénk kisbabát, és én nem szerettem volna most ebben a szezonban játszani, és igazából megkeresett a MÁV előre, mint játékos szeretnének velem számolni. Mondtam, hogy hát nem lehetne edző, inkább edzői szerepkörben, és akkor rögtön azt mondták, hogy természetesen, milyen jó lesz majd a lányoknak, milyen jó lesz a helyi röplabdának, hogy egy ilyen név szerepel ott a soraiban. És a mostani edzővel, Nagy Fannival pedig teljesen egy hullámhosszon vagyunk, ugyanazt az iskolát tanultuk, úgymond röplabda iskolát, és pont ez az elhivatottság, ami jellemzett a pályán, most az ugyanúgy megvan edzőként is. Úgy nőttél fel, hogy egy rendkívül szigorú, de abszolút hozzáértő család vett körül, édesanyád elsősorban, és most családra vágytok, és nyilván ehhez kívánunk sok sikert. Ugyanilyen leszel a töpörtű kislányodhoz adott esetben, mint édesanyád hozzád? Szeretnék azért néhány dolgon javítani, vagy változtatni. Nem tudom, mások a körülmények. Szerencsére férjem nagyon támogató, szóval még nekem anya jó részt egyedül nevelt, azért mellettem van egy komoly támasz, ez nagy segítség, és azért más a mai világ, mások a körülmények, mások más hatások érik már a gyerekeket. Nem könnyű szerintem manapság gyereket nevelni, de ahogy a pályán is igyekszem a maximumot kihozni. Történjék így, és a MÁV előrében pedig én azt gondolom, hogy a fiatalokra lesz kinek kére felnézni. Milyen elsődleges terveid vannak, céljaid azokkal a fiatal játékosokkal, akik most jelenleg alkotják a keretet?
Szerencsém van, mert szintén egy nagyon jó korosztály van itt, isszák a szavaimat, nem csak az enyémet, a vezetőedzőjét is. Nagyon, nagyon jó érzés, hogy így csillog a szemük, bármit mondok. De szerencsém van, mert minden poszton be tudok segíteni tulajdonképpen, abból adódóan, hogy én sok mindennel találkoztam, és tényleg megfogadják, amit mondok, szóval nincsen nehéz dolgom. Mit kívánjak a következő időszakra? Azt ígérem természetesen, hogy bújjuk a Hírlap sport oldalát, illetve a Nemzeti Sportot is, mert azért fontos számunkra a MÁV női röplabda csapatának szereplése, de személyesen te mit gondolsz, meddig juthattok, ha szisztematikus munkával ezeket a tehetségeket ráállítjátok arra a pályára, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy azért ott legyetek most már? Az lenne a legjobb, ha azt kívánnád, hogy idén bemaradjunk az Extraligában, és a jövőben pedig, hogy minél több fehérvári játékos, röplabda játékos játszon ebben. Jó, a csapatban. Jó, akkor történjék így, én ezt kívánom, és természetesen azt, hogy teljesüljön az álmotok férjeddel, és jöjjön a töpörtyű, és hát, hogy én még érjem meg, hogy egy harmadik generáció is pályára lép itt Fehérváron, vagy akár bárhol máshogy, de az a lényeg, hogy a ti gyermeketek is válassza ezt a sportágat, vagy bármelyik sportágat. Hiszen ne feledjük, Fehérvár sportváros, és szükség van azokra a kiválóságokra, legendákra, példaképekre, mint te magad vagy, vagy édesanyád, vagy Díszpeti. Igen. Úgyhogy teljes a család. Köszönöm szépen, hogy én itt voltál. Köszönöm. Velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Király Tálas Zsuzsa volt, aki több mint 10 esztendő után visszatért Székesfehérvárra, és a MÁV előre női röplabda csapatának munkáját segíti. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.